kedves gyerekek! Itt Kozibocika, van egy nagyon különleges csoport, akikkel minden nap jöttek segíteni szegényeknek. Ők, mint karitás munkatársaink. Most átmegyünk a Szent Család templomban, ahol van a karitás raktár, és ott már vannak a karitás munkatársaink. Akkor megyünk. Szeretek segíteni másoknak, a rászorulóknak, mindenkinek, akinek kell jó segíteni arra. Szívesen jövök mindig segíteni, és mindig jó érzés segíteni. De én úgy érzem jó magam, amikor dolgozhatok, különösen, ha másnak meg segíteni. Ez nagyon jó érzés, és akkor látni, hogy milyen hálásak, akiken segítünk. Hát valami belső erő, én isteni erőnek mondom. 1996-ban alakult itt Kozibocikán a Karitász csoport, és akkor meghirdették a plébánián, hogy aki affinitást érez, hogy segítsen, akkor az jelentkezzen. Hát lassan 10 éve. 24 éve, 25-dik lesz már hóvégén, elkezdjük a 25 évet. 2 éve, vagy tehát régebb óta csinálom már egyébként ezt a karitaszt. Aki rászorul, tudunk neki adni. Hát igen, nagyon nehéz sorsok vannak. Ahogy a semmiből elkezdtünk építkezni, működni, segíteni másokon, ez valahogy mindig bővebb lett a kör, több ember jelentkezett segítségére. Nagyon érdekes, amit hallottatok, ugye? Ti is próbáljátok meg másoknak segíteni. Például az otthonotokban, a szüleiteknek, testvéreteknek, barátaitoknak. Rossz Kacsa is mondta nekünk, tegyetek jót mindenkivel, rossz a senkivel. Bár, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy bárhol segítünk, ott örömmel veszik azt. Örömteli dolog, hogyha látja az ember a csillogó szemet, az örömöt. Akkor akinek segítünk, annak látni az örömét. Kedves fiatalok is, kedves gyerekek, és végül szeretném megmutatni nektek egy legnagyobb önkéntes, aki életünk hal meg a kereszten, ő a mi Urunk Jézus Krisztus, aki azt mondta nekünk, nagyobb szeretetet senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja a barátjáért. Hát, hogyha tehetik, akkor ők is segítsenek másokon. És fiatalok jöjjenek közé, mert azért ezt nagyon, nagyon szeretném. Ők is tudják meg ezt a örömöt, boldogságérzést, ami bennünket hajt. Csendben, de mindenkinek próbáljunk a lehetőségeinkhez mérten segíteni. Hát, mint amit az elején is mondtam, hogy ez jó, egy jó csapat. A mai világban az a szó, hogy szolgálni, ez nagyon degradálódott, ez egy inkább egy nem jó ízű szó, úgy érzem, de ugyanakkor meg Jézus ránk hagyta azt, hogy embereket szolgáljunk, és ez egy gyönyörű hivatás, hogyha így látja az ember. Egyrészt, hogy minél több emberrel megismerkedünk, annál gazdagabbak leszünk. Maradjunk meg egységben, szeretetben és az Isten közelségben. De jól érzem magam utána, amikor valami jót tette. Most pedig fogadjatok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, és a telekeddel. Áldja meg és őrizze meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, a Szentlélek. Amen. A gyűjtésszolgálat véget ért, maradjatok otthon. Ennyi?